Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar szakrális kamarakoncertjének központi témája a veszteség és a hiány. Ezt az érzést járják körbe olyan kortárs műveken és gregorián énekeken keresztül, amelyek a zene nyelvén értelmezik újra Szűz Mária alakját és személyiségét. Róma mindenképpen egy szakrális város, egy szakrális tér. Maga az egész városból sugárzik a szakralitás, és a terveink szerint ennek a mai koncertünknek, a Mária képek című koncertünknek is a szakralitás, a szakrális zene áll a középpontjában. Kortárs Mária képekkel fogunk megismerkedni ezen a koncerten, különböző féle, különböző típusú Mária ábrázolásokkal a zene nyelvén keresztül. A hangversenyen egy olyan különleges utazással invitálták a közönséget, ahol az elhangzó művek között megismerkedhettek azok történetével is, Dobri Dániel zeneszerző egyedi megközelítésében. Nekem most már egy sok éves, nagyon jó kapcsolatom van, mind Rómával, mind különösen a Római Magyar Akadémiával, mivel ott voltam ösztöndíjas zeneakadémista éveim alatt, úgyhogy mondhatom, hogy már szinte hazajárok, vagy rendszeresen visszajárok oda, arra a helyre, úgyhogy nagyon örülök, hogy végre az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Kamara Együttesét is el tudjuk juttatni Rómába, erre a nagyon szép adventi koncertre, és erre a gyönyörű kiállítás megnyitóra, ami a Giorgio Vasari képhez kapcsolódik. A koncerten olyan komponisták munkásságába nyerhet betekintést a közönség, akik egyedi zenei világgal ismertetik meg Szűz Mária alakját és személyiségét.